Az anyuzsa lezsőrbe mutatja Ted Bundyt. Theodore Robert Cowell 1946. november 24-én született, Louis Cowell gyermekeként. Bundy biológiai apja soha nem ismerte a fiát. Nem sokkal születése után anyja visszaköltözött a saját anyjához, Philadelphiába, ahová magával vitte a gyermekét is. Bundy egészen felnőtt koráig abban a hitben élt, hogy a nagyszülei a szülei, anyja pedig a nővére. Ezt az egész színjátékot azért találták ki, hogy anyját megvédjék a nyers kritikától, mivel nem volt férjezett. Amikor Bundy 4 éves volt, a komába költöztek a rokonaihoz. A költözés után egy évvel Louis beleszeretett egy hadseregben szolgáló szakácsba, Johnny Bundyba, és 1951. májusában össze is házasodtak. Ted felvette mostoha apja nevét, és élete végéig megőrizte azt. A Bundy család az évek alatt további 4 gyermekkel gyarapodott, akikre Ted vigyázott az iskola után. Mostoha apja próbált szoros kapcsolatot kialakítani Teddel, például kempingezésekkel és apa-fia tevékenységekkel, ám ez a fiú számára felesleges volt, és közönyös maradt vele szemben. A vágy, hogy egyedül legyen, növekedett, és talán ez vezetett ahhoz, hogy később a többi emberrel nehezen teremtett kapcsolatot. Fiatalon Bundy szörnyen félénk és önbizalomhiányos volt. Gyakran ingerült volt, ami miatt a viccek céltáblája lett a gimnáziumban. Stephen Mikaut életrajzíró analizálta Bundy viselkedését, és megállapította, hogy nem volt olyan, mint a többi gyermek, bár úgy viselkedett, de ő teljesen más kísértette, a félelem és a kételkedés. Már évek óta ezt érezte, de nem ismerte fel, csak mikor már késő volt. Függetlenül a megalázó tapasztalatoktól, amiket néha elszenvedett a mássága miatt, a gimnáziumban és a főiskolán jó tanuló volt. A gimnáziumi évei alatt társaságkedvelő emberré vált. Jól öltözöttnek és illedelmesnek jellemezték, de növekedő népszerűsége ellenére ritkán randevúzott. Érdeklődött a síelés és a politika iránt. Ez iránti érdeklődése évekkel később politikai körökbe vezette egy időre. A gimnázium után Washingtonban járt egyetemre, és dolgozott, mint buszvezető és mint cipőkereskedő, de egyik állását sem tudta megtartani hosszabb távon. Munkaadói megbízhatatlannak tartották. Az iskolán kívüli munkák nem nagyon érdekelték, de nagyon törekvő volt a tanulmányaiban. 1967 tavaszán azonban belekezdett egy kapcsolatba, ami örökre megváltoztatta az életét. Bundy találkozott egy lánnyal, akiben mindaz megvolt, amit szeretett. Gyönyörű volt és okos. Nem hitte, hogy az osztályából bárki is érdeklődne iránta. Eléggé különböztek egymástól, de mindketten szerettek síelni, és lassan egymásba szerettek. Ő lett Bundy első igazi szerelme, bár a lány nem viszonyozta a szeretetet annyira. Kedvelte, de nem látta, hogy közös jövőjük lenne. Bundy próbált rá minél jobb benyomással lenni, még akkor is, ha emiatt hazudnia kellett. 1968-ban, miután barátnője lediplomázott, szakított Bundyval, amikor felismert benne néhány olyan vonást, ami kizárta őt a férjelöltek sorából. Bundy sosem heverte ki a szakítást, ezután semmi nem érdekelte, és depressziós lett. Próbált a lánnyal kapcsolatban maradni levelezés útján, de úgy tűnt, azt már nem érdekelte. A helyzet még rosszabbá vált, amikor 1969-ben Bundy megtudta az igazat a szüleiről, hogy a nővére tulajdonképpen az anyja, a szülei pedig a nagyszülei. Visszahúzódó és félénk személyiségből uralkodó személyiségé vált. Újra beiratkozott az egyetemre, ahol pszichológiát tanult, és kiválóan végzett. Bundy megbecsült hallgató lett, professzorai nagyon szerették, ebben az időszakban találkozott Elizabeth Kendall-lel, akivel 5 évig volt együtt. A csendes, félénk titkárnő válása után Bundyban találta meg a lánya számára a tökéletes apát. Elizabeth nagyon szerette a férfit, és hozzá akart menni feleségül, aki viszont erre még nem állt készen. A lány tudta, hogy Bundy nem szereti annyira, mint ő. 1969-től 1972-ig látszólag jobbá kezdett válni Bundy élete. Magabiztosabb volt jövőbeli terveid illetően. Jelentkezési lapokat adott be különböző jogi iskolákba, és aktív politikai életet élt. A seattle-i rendőrségen kitüntetést kapott, mert megmentett egy 3 éves kisfiút a vízbefulladástól. 1973-ban a sors ismét összehozta a régi barátnőjével, akit meghökkentett, hogy a férfi mennyire megváltozott. Magabiztos és megfontolt volt, nem pedig céltalan, mint régebben. Ezután még sokszor találkoztak, Elizabeth után kívül, és a lány újra beleszeretett. 1974-ben azonban Bundy minden előzmény nélkül szakított vele.
így beteljesítve a bosszúját. Most ő utasította el, mint régen a lány őt. Többé nem is látta, és nem is hallott felőle. Az első gyilkosságok. Linda Ann Healy egy művelt fiatal lány volt, 21 évesen rádióbemondóként dolgozott, és a hallgatók minden reggel hallhatták a barátságos hangját, amint a síelési viszonyokat ismerteti. Magas, vékony lány volt, hosszú barna hajjal és kedves mosollyal. A munkája mellett szeretett fogyatékkal élő gyermekekről gondoskodni. Linda négy másik lányjal osztozott az egyetem melletti lakásán. 1974. január 31-én néhány barátjával elment egy közeli bárba, ami igen népszerű volt az egyetemisták körében. Nem maradtak túl sokáig, Linda hazament, tévét nézett és felhívta barátját telefonon. Ezután lefeküdt aludni. Szobatársa ezen az éjjelen sem hallott semmi zajt Linda szobájából. Linda minden nap 5:30-kor kelt, hogy beérjen a munkahelyére. Szobatársa hallotta az óracsergést, szokás szerint megszólalni. De miután a csengés nem szűnt meg, be akart menni a szobájába, hogy elhallgattassa azt, viszont a telefon pont akkor csörrent meg. A rádióállomás érdeklődött Linda felől, szobatársa pedig belenézett a szobájába, de ott senkit nem talált, így azt mondta a munkaadóinak, hogy már elindult a munkába. De mikor aznap délután a szülei telefonáltak, hogy nem látták Lindát, mindenki aggódni kezdett. Senki nem látta őt. Linda szülei hívták a rendőrséget. A szobájában az ágy be volt vetve, de olyan módon, ahogyan Linda sosem szokta. Különös módon a párnahúzat és a lepedő hiányzott. Találtak egy apró vérfoltot a párnán, ami megegyezett Linda vércsoportjával. Volt egy folt a hálóingjén is, ami a fürdőbe volt felakasztva. Néhány ruhája is hiányzott. További jel volt, hogy a hátsó ajtó nem volt bezárva, holott a lányok mindig nagyon ügyeltek erre. Kezdetben a rendőrség nem gyanakodott a bűncselekményre, mert nem találtak se hajszálakat, se új lenyomatokat. De később megállapították, hogy egy idegen hatolt be a házba. Ezen a tavaszon és nyáron még több női hallgató tűnt el megmagyarázhatatlan módon. Több esetben voltak meglepő hasonlóságok. Az összes lány hosszú, barna hajú volt, fehérek voltak és karcsúk. És mindannyian este tűntek el. Ebben az időszakban a rendőrség kikérdezte az egyetemistákat, akik egy furcsa férfiről számoltak be, aki egyik lábán vagy karján gipszet viselt. Állítólag könyveket pakolt, és fiatal lányokat kért meg, hogy segítsenek neki. Más szemtanúk is láttak egy gipszet viselő férfit parkolni az egyetem területén Volkswagen bogarával. Végül 1974. augusztusában egy washingtoni parkban megtalálták néhány eltűnt lány maradványait, majd később még kettőt. Ők voltak Janice Ott és Dennis Naslund, aki július 14-én tűntek el. Egy pár látta utoljára Ottot, egy vonzó férfival. Annyit hallottak a lány és a férfi beszélgetéséből, hogy a férfi neve Ted, és segítséget kért a lánytól, aki beleegyezett ebbe. A férfi keze gipszben volt. A 33 éves lányt ekkor látták utoljára élve. Dennis Naslund délutánját a barátaival töltötte, majd elindult a mosdó felé, és soha többé nem látták. Azon a délutánon arra fele, amerre eltűnt, egy begipszelt kezű férfi kért segítséget néhány nőtől. Dennis az a fajta nő volt, aki szívesen segített a rászorulóknak, de ez most az életébe került. A gyilkos ebben az időszakban különböző államokat járt be. Utahban Louis Smith rendőrfőnök 17 éves lányát felkészítette az élet veszélyeire. Túl sokat látott már a munkája során, és aggódott a lánya biztonsága miatt. Legrosszabb félelmei váltak valóra, amikor a lánya Melissa 1974. október 18-án eltűnt. Eltűnése után 9 nappal találtak rá, megfojtva és megerőszakolva. 13 nappal később Halloweenkor a 17 éves Lori Emmy tűnt el. Hálaadás napján találtak meg holtan egy folyó szélén. Leütötték egy feszítővassal, és megerőszakolták. A rendőrség gyanította, hogy nem a helyszínen, hanem valahol máshol ölték meg. A testén kívül semmilyen bizonyítékot nem talált a rendőrség. A gyilkosságok hasonlóságai miatt a Washington és a Utahi rendőrség együtt nyomozott a gyilkos után. Amikor Elizabeth Kendall egyik közeli barátja látott egy beszámolót az újságban a lehetséges gyilkosról, gondolta, hogy Ted Bundy lehet az. Valahol mélyen Elizabeth tudta, hogy a barátjának van igaza. Ted hasonlított a rajzra, és még egy Volkswagen bogarat is vezetett, és szobájában mankók voltak, holott sosem sebesítette meg a lábát. Elizabeth 1974. augusztusában névtelenül felhívta a seattle-i rendőrséget, hogy elmondja, hogy a barátjának köze lehet az aktuális gyilkossági ügyekhez. Később ismét felhívta a rendőrséget, és még több információt osztott meg velük. Különböző képeket adott Tedről,
amiket később megmutattak a szemtanúknak. Mindezek ellenére a tanúk nem tudták egyértelműen azonosítani. A nyomozók úgy döntöttek, hogy sokkal gyanúsabb egyénekre fordítják a figyelmet, és Bundyt elfelejtették egy pár évre. A gyilkos továbbra is becsapta a nyomozókat azzal, hogy különböző államokban ténykedett, így a rendőrség nem volt képes összehasonlítani az ügyeket. Viselkedése egyre bátrabbá és merészebbé vált. Akik megmenekültek, később fontos információkkal látták el a rendőrséget. 1974. november 8-án a rendőrök áttörést értek el az ügyben, és ez volt az, amire vártak. Ezen a péntek reggelen egy különös, de vonzó idegen egy könyvesboltban találkozott a 18 éves Carol Deroncsal. Az idegen azt mondta neki, hogy látta, mint valaki megpróbálja feltörni az autóját, és arra kérte, hogy nézzék meg együtt, nem-e hiányzik valami az autóból. Carol azt hitte, hogy egy biztonsági őr, hiszen teljesen ura volt a helyzetnek. Mikor a kocsihoz értek, megnézte, és elmondta a férfinek, hogy minden rendben. A férfi, aki Roselandi rendőrtisztként mutatkozott be, azonban nem volt elégedett, és be akarta kísérni a lányt a rendőrségre. Amikor a férfi egy Volkswagen bogárhoz vezette a lányt, az gyanakodni kezdett, és érdeklődött a személy azonossága felől. A férfi gyorsan felmutatott egy jelvényt, majd a kocsihoz vezette a lányt. A férfi a rendőrséggel ellentétes irányba indult el, majd hirtelen megállította az autót. Deroncsba befészkelte magát a félelem. A rendőr hirtelen megpróbált rátenni egy bilincset a lányra. Carol elkezdett sikoltozni, a férfi elővett egy fegyvert és megfenyegette, hogyha nem hagyja abba, megöli. Carol kiesett az autóból, de az őrült azonnal elkapta. Feszítő vas volt a kezében, és meg akarta ütni a lányt, de az megrúgta, majd elszaladt, és az úton meglátott egy arra autózó párt. Megálltak és felvették. Hisztérikusan sírt, és egy férfit emlegetett, aki meg akarta ölni. Azonnal hívták a rendőrséget. Bilincsel a csuklóján sírva mesélte el, hogy mit tett az egyik emberük. De náluk egy Roseland nevű rendőr sem dolgozott. Azonnal a helyszínre siettek, a rendőrség kapott egy leírást a férfiról és annak autójáról, majd pár nappal később vérmintát is a lány kabátjáról. A vércsoportja nullás volt, épp mint Ted Bundyé. Ugyanezen a délutánon egy gimnázium igazgatóját megközelítette egy jó kiállású férfi, és segítségét kérte. Nagyon elfoglalt volt, ezért elutasította. Később is segítséget kért tőle, de ismét elutasították. Valami furcsának, szinte ijesztőnek tűnt a férfiban, de nem törődött vele, folytatta a munkáját. Felkavarta, hogy ismét látta a férfit a nézőtéren, és elgondolkozott, hogy vajon mit is akarhat valójában. Debbie Kent, aki a szüleivel nézte az esti ünnepséget, hamar távozott, hogy felvegye testvérét a bowling teremben. Szüleinek azt mondta, hogy hamarosan visszajön, de ez sosem történt meg. Valójában sosem jutott el az autójáig. Debbie-t sehol nem találták, de a rendőrök a parkolóban találtak egy apró bilincskulcsot. Később a rendőrök megpróbálták beleilleszteni a kulcsot a Deroncson talált bilincsbe, és az tökéletesen beleillett. Egy hónappal később a férfi telefonált a rendőrségre, hogy látott egy Volkswagen bogarat kihajtani a gimnázium parkolójából azon az estén, amikor Kent eltűnt. 1975. január 12-én Karen Campbell vőlegényével, dr. Raymond Gadowskival és két gyermekükben Coloradóba utaztak. Karen remélte, hogy kikapcsolódhat, és több időt tölthet a gyermekeivel. Míg a hotel társalgójában pihentek, Karennek eszébe jutott, hogy egy újságot a szobában hagyott, és elindult érte. Vőlegénye és a gyerekei hiába vártak rá. Vőlegénye tudta, hogy beteg volt azon az éjjelen, és utána ment, hát a segítségre van szüksége, de sehol nem találta a nőt. Valójában sosem ért el a szobájáig. Gadowski másnap értesítette a rendőrséget. Minden szobát átvizsgáltak, de nem akadtak a nyomára. Egy hónappal később a lakóautós meglátta Karen messzelent testét az út mentén. Az állatok már megrágták a testet, ezért nehéz volt megállapítani a halál okát. Az világos volt, hogy olyan erősítéseket kapott, amelyek végzetesek voltak. Mint az áldozatok többségénél, nála is sorozatos csapásokat mértek a fejére egy éles tárgyal. A csapások olyan erőszakosak voltak, hogy kitört az egyik foga. Az is egy bizonyíték volt, hogy megerőszakolták. Úgy hitték, hogy az eltűnése után egy órával halt meg. Karen testétől nem messze is találtak egy bizonyítékot. Néhány hónappal a testének felfedezése után egy másik test maradványait találták meg, 10 kilométerre ott és Noslund eltűnése helyétől. Ő volt Brenda Ball. Halála oka az volt, hogy egy éles tárgyal fejbe ütötték. Néhány nap telt csak el, és egy újabb holttest került elő. Susan Rancourté volt, aki még nyár előtt tűnt el.
Ebben a hónapban még ketten kerültek elő, egyikük Linda Haley volt. További 5 nőt találtak holtan, Coloradóban, ugyanolyan körülmények között. És sajnos nem ők voltak az utolsók, akik áldozatul estek Tednek. Jövő hét csütörtökön folytatjuk. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a részben is, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és követni minket a közösségi médiákon. Nézzetek fel a weblapunkra, ami www.unusualledger.com, és jövő hét csütörtökön újra találkozunk. Sziasztok!